Orbán Otto, asztaltáncoltatók. A proféták gyurmának nézik a világot, ami az eszme újja könnyen átalakít. De ha a valóság, e hajlékony acillap visszarúg, vérző orral és értetten vonulnak emigrációba, s átkozzák porig, főként Alexandriában, Jeruzsálemet elvont édenük poklók, milyen idegen nekem. S megváltástanok, stilisztikájuk, totalitásuk. Úgy bíznak babonáikba mint a barlangi ember. Ha kellő gyűlölettel említed az eretnek nevét, hanya ha esik, s kitöri a nyakát. Nekem sohasem volt elég kerek, egy gyémántá csiszolt teória. A háborús ajtó nem illet jól a tokba. A résen át a végtelen látható része látszott. Az ostromlott város, a lángoszlop, a kígyó füst. Persze a vers, a vakremény is a jövőbe lát. Látja a füst akarta várost napsütésben. Gyerek zsivajban fürdő sétatér, a szél trópusi sejme. Átlátszó és sebezhető utópia. De épp mert átlátszó, a rejtelemre nyíló ablak is. A titkos működésre, mely a sötét kétségbeesésből érzéki fényt párol. Szerelmes eszmét. Bokánktól hagyunk kiglobogó lázadást a legfontosabbat az ostrom idején tanultam. Nem a rossz lelkiismeret diktálta együttérzést, vagy a folytonos vesztők sívó pátoszát. Édencs poklot egymást hegyi behányva, a rémült göncökön virító sárga csillagot, mint mértéket, a mindenség mellén pulzáló csillagokhoz.